Köszöntöm nézőinket, megkezdődtek a szóbeli érettségi vizsgák a Szent Adonai Sámuel gimnáziumban. Gyökeres Sándor igazgatóról beszélgetünk. Itt azért beszélünk egy picit halkabban, mert mögöttünk már érettségiznek a diákok. Hogyan kezdtek hozzá? Tehát izgultak, gondolom, nagyon. Hol tartanak most? Hát természetesen a diákok is izgulnak, de bizony a vizsgaszervezőnek is oda kell figyelni, mert rengeteg jogszabályi követelménye van egy ilyen vizsgaszervezésnek, és ezek már bizony nagyon régen tartanak az iskolában. Ez már úgymond a fő próba, vagy inkább a tényleges lebonyolítási rész. A szóbeli érettségére 133 tanulónk fog részt venni ebben az évben. 5 vizsgabizottság, érettségi vizsgabizottság működik az iskolában, és 5 osztályunk érettségizik, 17-en pedig külsősök, tehát nincsenek tanulójog viszonyban az iskolával, csak itt ezt az iskolát választották az érettségi, ismétlő érettséginek, vagy pótló érettséginek a helyszínéül. Itt beszéltük, hogy milyen tárgyakból érettségiznek, tehát a szokásos, ahol más gimnáziumban is, viszont itt a rendhagyó tárgyak is vannak. Hát rendhagyó tárgynak talán a belügyi rendészeti ismereteket tartom, amely itt az iskola gimnáziumi képzésének egy ilyen speciális irányultságot ad, amikor a belügyi rendészeti pályára orientálja a tanulókat, akik ezután egy rendőrszak középiskolában, vagy esetleg egy tiszti főiskolán, rendőrtiszti főiskolán folytatják a tanulmányaikat, akkor arra van lehetőség, hogy itt egy előzetes ismereteket erről a pályáról szerezhetnek. Az írásban érettségi kiértékelése megtörtént, úgy általánosságban mit mondhatunk? Hát nehéz így külön választani, hiszen egybe lesz értékelve az egész tantárgy, de természetesen megtörtént, nem túl sok olyan, hát előfordul, de kicsi számban, akinek az érettségi vizsgája esetleg nem sikerült, az írásbeli, vagy a szó, olyan viszont nem volt, hogy a szóbeli vizsgának a megjelenési követelményeit ne teljesítette volna. Meddig tart a vizsga, hiszen most kezdődött, még az elején tartunk? Hát ez tulajdonképp 2 hét, tehát ez június 29-én véget ér, és ez alatt a 2 hét alatt kell levizsgázni ennek az 5 osztálynak, és ezzel párhuzamosan azért szakmai vizsgák is vannak a iskolában, hiszen 3 szakmai osztályunk is vizsgázik közben, tehát ki van használva a nevelőtestület vizsgáztatói kapacitása. Felvételiről még azért nagyon korai beszélni, hiszen azok még ezután kezdődnek, de arról tud-e valamit mondani, hogy hova szeretnének menni a Szent Anna és diákok tovább tanulni? Hát sokan célozzák meg a belügyi rendészeti továbbtanulási lehetőségeket, de szinte mindenféle cél és szándék megvan, úgy a tanítótanárképzés irányába, mint különféle mérnöki karok vagy mérnöki szakok felé, tehát vannak továbbtanulóink nagyon sokrétű igényekkel. Reméljük, hogy sikeres is lesz nekik majd a továbbtanulás. Biztos vannak, akik maradnak technikusi képzésre is. Igen, természetesen rájuk nagyon számítunk, hiszen az iskola 2 alapvetően jól bevált és bejáratott technikusi szakot, a mezőgazdasági gépész technikus szakot és a környezetvédelmi technikus képzést ajánlja a végzett tanulói számára. Hát akkor reméljük, hogy be fog indulni ez is, és sikeres lesz. Akkor én önnek még a következő jó másfél hétre sok-sok türelmet kívánok, és kitartást a kollégáknak, hiszen azért van feladat még bőven. Köszönöm szépen. Rab Sándor már túl van a technikus évvizsgán. Hogy érzed, hogy sikerült? Hát nem tudom, hogy sikerült. Majd mikor a bizonyítványt kikapom, a papírokat, majd akkor kiderül, de addig is izgulok. Milyen feladatot kaptál? Hát volt munkagépes, erőgépes része. Volt lakatos munkák voltak, meg gépjavítás rész, de nem voltak nehéz feladatok, tehát mindegyik megoldható volt, és szerintem elég jól sikerültek. És sokat készültetek rá? Hát igen, muszáj rá készülni. Aki arra jó eredményt akar elérni, annak muszáj készülni. Ha meg lesz a papírod, utána hova mész? Tovább tanulsz, vagy esetleg már dolgozni szeretnél? Hát beadtam a jelentkezést 2 iskolába is, Göröllőre és Debreceni Egyetemre, gépészmérnök szakra, de nem tudom, hogy felvesznek-e még, de minden esetre a szakmán belül szeretnék még elhelyezkedni. Hát akkor még van egy pár nap, amíg izgulsz az eredményért, én azt kívánom, hogy legyen sikeres, és vegyenek föl valahova. Rendben, köszönöm szépen. Kovács Gáborral beszélgetünk, aki a 12. C-oszlopos tagja. Te már túl vagy az érettségén, megkönnyebbültél?
Igen, megkönnyebbültem nagyon. Örülök neki, hogy végeztem vele. Izgultál előtte? Fú, nagyon. És milyen tárgyakból kellett szóbelizni? Matematika választott tantárgy belügyből, irodalom és nyelvtan. És melyiktől féltél a legjobban? Matematika. És hogy sikerült, hogy érzed? Tehát olyan tételeket húztál, ami úgy kedves volt a számodra, vagy azért volt benne nehezebb is? Hát volt benne nehezebb is, igen. Sajnos volt, igen. És melyik volt a, hát akkor a számodra most legkedvesebb, vagy aminek legjobban örültél, melyik tárgy? Irodalom. Irodalom volt. És abból mit húztál? Kölcsei. Kölcseit. És egyébként, hogyha meg lesz az érettségid, utána hova mész? Maradok itt az iskolánkban. Szent Anna és Ámol. A technikusira? Igen, technikusi. Környezetvédelem. Tehát akkor ezen a pályán szeretnél tovább tanulni majd? Rendészetén vagyok, csak még így itt maradok, mert szeretem az iskolát. És akkor mi a távlati célod? Pestre szeretnék majd menni, hogyha sikerül, de majd ez még a jövő kérdése. Akkor neked már megkezdődik a jól megérdemelt szünet. Reméljük, hogy sikerült mindenből az érettségid. Sok sikert kívánunk a következő tanévhez. Köszönöm szépen.